A COVID-járvány ellenére a vártnál jelentősen több helyi adó folyt be Bonyhád város kasszájába, mondta el Fironé Ferenc Ibolya egy évértékelő beszélgetés keretében. Örömmel számolhatok be a lakosságnak, hogy azon túl, hogy mi óvatosan terveztünk, még a tavalyi évet is felülmúlta ez az iparűzési adóbevétel, 670 millió forint folyt be a város kasszájába. Ilyen még sosem volt, COVID ide vagy oda. Mi magunk sem tudjuk pontosan, hogy mi az, ami ezt ilyen mértékben befolyásolta, bár vannak tudatos lépések és döntések afelé, hogy az itt működő vállalkozásokat hogyan tudjuk segíteni. Ennek a folyamatnak része az ipari park további bővítése, tette hozzá a polgármester. Mindez azt is jelenti, hogy a következő pályázati ciklus célkitűzései között prioritást élvez a gazdasági környezet további fejlesztése is. Járásszékhely településként megközelítőleg 5 milliárd forintra pályázhat majd Bonyhád város. Tovább lépni úgy tudunk, hogyha fejlesztünk. Azt tervezzük, hogy az ipari park 3-as számú bővítése kapcsán olyan alapinfrastruktúrával és telkek kiosztásával gazdagítjuk a meglévő ipari területünket. Nagyságrendileg egy 5 hektárról beszélünk, ami a város tulajdonában van, és amely elérhető lesz itt működő vállalkozásoknak, akik itt szeretnének Bonyhádon céget alapítani, illetve azoknak, akik már most is itt működnek, csak kinőtték a jelenlegi telephelyüket. A fejlesztési csomagban szerepel még a kerékpárút kiépítése a Váraljai parkerdő irányába. Továbbá energetikai korszerűsítésen eshet át a város könyvtára, valamint lehetősége nyílik a településnek egyéb források felhasználásával 5 utca útburkolatának rekonstrukciójára is.